A Kartali Szent Erzsébet templom felépítésének 150. évfordulóját ünnepelve 2016-ban is folytatódik a tavaly elindult jubileumi egyházi rendezvénysorozata a nagyközségben. Ez a csodálatos Kartali templom, ami 150 éves, ez három és fél évig épült, és úgy gondoltuk, hogy úgy méltó ez a megemlékezés, hogyha nem egyetlen egy évben emlékszünk erre az eseményre, nem egyetlen egy időponttal, hanem akkor mi is ezen a három és fél éven keresztül mindenféle rendezvényel próbálunk, meg szeretnénk, meg fogunk is emléket állítani ennek az időpontnak. Az elmúlt év eseményeiből is csak megemlítenék néhányat, bizonyára többen emlékeznek Csókai idegsebész professzor tanúságtételére, vagy a toronyóra szentelésre, pontosan a szolnoki szimfonikusok jól sikerült hangversenyére, és már akkor terveinkbe volt és elhatároztuk, hogy a három kartali származású pap közös miséjét is meg kellene tudni oldanunk, ami mostanra sikerült április 16-án szombaton 10 órai kezdettel fog ez megvalósulni. Felszentelésük sorrendjében említem meg őket, Paja János atya Turáról, Karácsondi Mihály atya Bag Hévíz Györkről és Pető Gábor atya, aki jelenleg Inárcska kucson szolgál. Minden esztendőben a húsvétot követő harmadik vasárnapon Jézust, mint jó pásztort ünnepeljük, és ez egyben a papi hivatások vasárnapja is. Na most mivel mi itt most papokat hívunk meg, vasárnapon nagyon nehéz lenne ezt megvalósítani, ezért az ezt megelőző szombaton délelőtt lesz az ünnepi szentmise, amikor részben az élő papokat láthatják a hívek maguk előtt, részben pedig az akkor már a táblára fölvésett neve éveket olvashatják végig, ami nekünk papoknak ugyanúgy, mint a híveknek, mindig egy önvizsgálatra is okot adó, majd, hogy nem tükörbenézés. Mert az ember elgondolkodik azon, hogy 150 év alatt hány pap, hányféle módon gazdagította ezt az egyházközséget. Tehát az, ami jelenleg itt megtapasztalható kartalon, az nekik köszönhető, mert ki ilyen, ki olyan talentummal rendelkezett, és rövidebb, hosszabb ideig nem csak egyszerűen itt volt, hanem építette, tovább építette ezt az egyházközséget rájuk is gondolunk, a Szent Misében imádkozunk értük is, és megköszönjük a Jó Istennek, hogy ők át és át mentették a következő időszakokra mindenkor az egyházközséget, szentségek kiszolgáltatásával, imádkozásaikkal, áldozataikkal. ezt csak úgy hirtelennyiben én érintőlegesen említem meg, hogy mi mindent lehet megköszönni a papoknak. Az ünnepi Szent Mise alkalmával tisztelegve az elmúlt 150 évben kartalon szolgált plébánosok és káplánok előtt felavatják és felszentelik a templom falán elhelyezett márványtáblákat. A márványtáblák elkészítésének ötlete ez talán a templom 150-es alkalmából különböző programok készültek, és felvetődött, hogy kellőképpen megemlékezzünk az itt teljesített papok és káplánoknak a életéről is, és ezek emléktáblát állítsunk. Sikerült két emléktáblát elkészítettünk most a papi hatások napja szentelésének alkalmából, vagy alkalmára, és az egyik tábla mutatja, hogy a plébánosok egymás hogyan követték, és hogyan teljesítettek szolgálatot Karton A másik tábla pedig mutatja, hogy a itt teljesítő káplánok és kisegítők, milyen időszakot és mennyi időt töltöttek nálunk. A két táblának az elkészítése, ez tulajdonképpen az Egyházközség jó voltából került elkészítésre. A táblákat felajánlásként kapta az Egyházközség, az elkészítését jutányos áron a helyi sírköves mester készítette. A két táblán összesen a bal oldalon elhelyezett plébánosok névsorában 16-an szerepelnek, a jobb oldalon elhelyezett káplánok és kisegítők pedig 28-an vannak. Az ünnepi szentmisén énekelni fog fel, fog lépni a kartali asszony Kórus is, ők már felajánlották ezzel kapcsolatos szolgálatukat, hogy így mondjam. Az pedig már szerintem természetes, hogy egyházközségünk énekkara kórusa, a Szent Erzsébet Madárkái kórus is énekelni fog. Nem külön koncerttel előtte, utána, hanem a mise közben a megfelelő énekekkel. Erre meg készülünk. És mi négyen együtt misézünk, én, mint helyi plébános, a három vendégatyával, akik kartali származásúakként jönnek, kvázi haza mindenki örömére, mert mindenki szereti őket, akkor is, ha sajnos ritkán találkozunk egyikkel-másikkal. És hát így igaz, hogy a Szent Mise után itt az egyházközség területén, pontosabban a templomhoz közeli helyen ültetnek ők egy-egy fát a maguk emlékére és az egyházközségnek az örömére és tiszteletére. A templom felépítésének 150. évfordulóját ünneplő jubileumi programsorozat az év további részében is folytatódik. Hát hála Istennek van még egy kis időnk, hogy elérkezzen az igazi nagy nap, a kereken 150. évforduló, de az majd csak két év múlva lesz. Úgyhogy addig még folyamatosan különböző egyházi ünnepségek, illetve kulturális rendezvények várnak ránk. Most például májusban egy Kossudíjas zongora művész és felesége, Hegedűs Endre, illetve Hegedűs Katica látogat el hozzánk, hogy egy gyönyörű zongora hangversenyt adjon, ami ritka dolog, hogy templomban, ők maguk hozzák magukkal a zongorát, és lépnek föl, mint hívő emberek, ami egyben azt jelenti, hogy kvázi tanúságtételnek is nevezhető majd, mert ők mindig gondolataikkal is kiegészítik azt, amit a zongora billentyűinek leütésével biztosítanak, mint élményt. Na szóval ez lesz az első. Utána azért jön ám a saját püspökatyánk is, mert Bermiklós bérmál az idén, július első vasárnapján, és hát természetesen folytatódnak ezek a kulturális rendezvények, de hát a legközelebbire most mindenképpen újra említjük, hívunk mindenkit április 16-ára szombatinap délelőtt 10 órakor négy papos ünnepi szentmise.